2017. augusztus 1-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazda Élet. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Sokan foglalkoznak egynyári dísznövény termesztéssel és el tudják adni a növényeket. Varga Attila, maroszentanai kertészmérnök válaszol kérdéseinkre. Mindenkinek megvan a szelet, van akinek kisebb, van akinek nagyobb. Mi például az egész országba terjesztjük a dísznövényeket, Bukarestől megkezdve egész fel Máramarosig. Ezt követően az augusztus elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A gabonaszalma nem csak állatok takarmányozására kitűnő, hanem az építkezésben is jó szolgálatot tesz. Veres Ernő Írországból költözött haza nyárát Szeredába, és szalmaházat épít családi háznak. Műsorunk második felében ennek kulisszatitkait ismerjük meg. Elkészítettünk egy favázat, befettük az épületet, és utána akkor tégla helyett szalmabálával falasztjuk be, ami sokkal nagyobb, mint egy tégla, úgyhogy 3-4 nap alatt meg volt a falazás. Méhészkedő hallgatóinkat az augusztusi tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. 3/4-1 után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazda híreket mondunk. Akkora a munkaerő hiány a mezőgazdaságban, hogy eltűnhetnek az emberi munkát igénylő növénykultúrák a földekről. A gazdák lehetetlen helyzetbe kerültek, már más megyékben is alig találnak napszámosokat. A munkaerő hiány súlyosan érinti az állattenyésztést is. A gazdák nem tudnak fejleszteni, az állományt nem tudják szaporítani, már fejőt, állatgondozót sem találnak. A probléma oka összetett, az érintettek szerint a napszámos törvény is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az idény munkások ne akarjanak dolgozni. A napszámos törvény mellett a munkaerőhiány másik oka az, hogy az idénymunkások külföldön dolgoznak, és ha hazajönnek, nyugati bért követelnek a helyi gazdáktól, ám ők ezt nem tudják megfizetni. Átlagban 39%-ban drágult a sertéshús tavaly júliushoz képest, ami főként azt tükrözi, hogy az európai piac 2 éves válság után ismét kezd magához térni. Az Európai Unióban 25%-os átlagos áremelésről írnak a szaklapok. A Romániai Hústermelők Egyesülete a sertéshús árának emelkedését azzal magyarázta, hogy a tavaly óta jelentősen növekedett a romániai sertéshús exportja. A kivitel főként a távol-keleti országok, Japán, Kína, Dél-Korea és Hongkong felé irányult. Romániát egyébként idén májusban nyilvánította sertéspestismentes országgá az Állategészségügyi Világszervezet, így több mint 1 évtized után ismét exportálhat sertéshúst és feldolgozott húsárut az Egyesült Államokba, Kanadába, Mexikóba, Japánba és Dél-Koreába. Az Európai Bizottság Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottsága már tavaly szeptemberben feloldotta az élősertésre és feldolgozott húsárura 14 éve bevezetett uniós embargót. Romániát 2003-ban helyezték tiltólistára, mivel oltásokat alkalmazott a felfelbukkanó sertéspestis megelőzésére, az oltóanyag pedig élő vírus tartalmaz, így önmagában is kockázati tényező. Az Agrártárca szerint Románia ma már 10-szer annyi sertéshúst importál, mint amennyit exportál.
A Statisztikai Intézet szerint 2016. decemberéig 4,7 millióra csökkent Románia sertés állománya. 2,5%-kal nőtt a romániai mezőgazdasági termelés tavaly 2015-höz képest, meghaladva a 69 milliárd lejt, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. A búzatermelés 4%-kal nőtt múlt évben az előző esztendőhöz viszonyítva, a 8,28 millió tonna rekordmennyiségnek számít Romániában, hektáronként átlag 4 tonnát jelent. A repcetermés majdnem 38%-kal volt bőségesebb tavaly, mint az előző esztendőben, az 1,2 millió tonna több mint 2,7 tonna termést jelent hektáronként. Nőtt a kukoricatermelés is, 11,5%-kal volt nagyobb hozam tavaly, mint 2015-ben, meghaladta a 10 millió tonnát, bár a megművelt terület 4%-kal csökkent, közli a Statisztikai Intézet. Az év első felében 1800 személy ellen indult eljárás erdészeti bűncselekmény miatt. Januártól júniusig 8500 ellenőrzést tartottak, és csaknem 35000 köbméter olyan faanyagot koboztak el, amelynek eredetét nem tudták iratokkal igazolni. Az ellenőrzéseket követően a rendőrség 16 millió lej értékben rót ki bírságot. A rendőrség egyebek mellett 954 vágtéren, 811 lerakatban, 189 erdészeti körzetben, 1226 vásárban tartott ellenőrzést, és megvizsgálta 50.750 rönk és egyéb fűrészárut szállító jármű iratait. A rendőrség 1436 alkalommal azt követően tartott ellenőrzést, hogy a lakosságtól a 112-es egységes segélyhívó számon kapott bejelentést. Ezek közül 158 esetben valóban törvénytelen szállítmányt füleltek le. A bejelentések nyomán 223 bírságot róttak ki, összesen 513 ezer lei értékben, 314 gépkocsit és 678 szekeret lefoglaltak. Ugyanakkor elkoboztak 352 láncfűrészt, amelyekkel a törvénytelenséget elkövették. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Varga Attila maros-szentannai kertészmérnökkel beszélgetünk, addig Bordi Aranka énekel. Édesanyám a kertünkben pazsar rózsát szedte, a legszebbet a szomszédunk a lapjára tette, az a legény barna legény csókot adott érte, ilyetembe visszaadtam, pedig nem is kérte. Hiba törném, kedves lányom, Varga Attila vagyok, Maros-Szent tanáról. Attila, mióta döntöttek úgy, hogy virágtermesztéssel foglalkoznak? Én 2016-ban végeztem itt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen kertészmérnöki szakon, és november óta dolgozom én a cégnél, a tulajdonos Szalai Dénes Attila. Ő gyermekkora óta ezzel foglalkozik, mivel a szülei is ezzel foglalkoztak, és így átvette a családi vállalkozást. Szentannán nagyon sokan foglalkoznak virágtermesztéssel, sőt udvarfalván és ott a környéken. Mennyire jelentenek egymásnak konkurenciát, vagy mindenkinek az a kis szelet megvan a piacon? Mindenkinek megvan a szelet, van akinek kisebb, van akinek nagyobb. Mi például az egész országba terjesszük a dísznövényeket, Bukarestől megkezdve egész fel Máramarosig. Nagyon sokan egyforma növényt termesztenek, egy fajtát. Ha muskát, akkor muskátlit vagy petúniát. Kell-e valami rendkívülit is termeszteni, amivel azonosítják majd a céget, hogy azt ott lehet megtalálni? Igen, természetesen kell valami különlegesség. Nálunk például a defladénia, magyarul tölcsérjázmin az, ami különlegesség. Tudomásom szerint Maros-Szentannán és környékén csak nálunk lehet ilyet vásárolni. Ezt miért ajánlja, és milyen területre ajánlja ezt a növényt? Ez a növény ez kifejezetten jól bírja és szereti az erős napfényt, tehát napfényes helyre, teraszokra, viszont még nálunk nem bírja ki a teleket, télen be kell vinni a lakásba és ott átteleltetni, ugyanúgy, mint a muskátlit.
Említette, hogy tavaly végzett kertészmérnök, de bizonyára volt kapcsolata azelőtt is a virágokkal. Most más szemmel néz ezekre a növényekre? Eddig olyan szemmel néztem a disznövényekre, hogy milyen szépek, hogy mutatnának a kertben. Most viszont, ha elmegyek egy disznövény mellett, egyből azt nézem, hogy milyen egészségi állapotban van, milyen fejlettségű. Persze most is nézem a díszítőértékét, az a legfőbb ugyebár, de egy kicsit szakmai szemmel nézegetem őket most, hogy főleg disznövénytermesztésben dolgozom. Mi a tapasztalat? Inkább a magyar vidéken fog jobban a növény, vagy román vidéken? Kik azok, akik többet áldoznak a virágokra? Szerintem ez kiegyensúlyozott. Román vidékeken, Bukarest környékén és a déli zónában ott megvan egy kifejezett érdeklődési kör, színskála, amilyen színeket szeretnek. Itt erdélyi viszonylatban más növényeket szeretnek és más színekben. Nincs konkurencia kettő között, mind a kettőt ki tudjuk elégíteni, mivel elég nagy a repertoárunk. Elhangzott interjúnk Varga Attila marosszentannai kertészmérnökkel készült. Kétkedve hallgatták terveit, de ma csodájára járnak Veres Ernő szalmaházának. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. A vonatnak hat kereke sárgára van testüve, azzal visznek engemet Budapestüve. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsingatok rájuk. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsingatok rájuk. Megérkeztem Budapestre, vártak rám a lányok. Képes lapot küldök a babámnak, megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is vakad nékem. Megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is vakad nékem. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad néken. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad néken. Szilágyi Sándor énekelt, kísért Lakatos Miklós és zenekara egy 2014-ben készült hangfelvételről. A következő percekben néhány augusztus elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. Augusztus elején is figyelnünk kell a gyümölcsfáinkra. Az almafákon a kártevő molyok közül az almamoly és a különböző sodromolyok okozhatnak gondot. A folyamatos tojásrakás és hernyókelés miatt továbbra is veszélyeztetik fáinkat. Ha a feromoncsapdák előző heti fogási eredményei indokolják, védekezni kell ellenük. Fontos az amerikai fehér medvelepke kis hernyófészkeinek megjelenését figyelni. A lerakott tojásokból már kelnek a kis hernyók. Ezek kezdetben csoportosan maradnak, és a szövedékkel összehúzott levelek védelmében károsítanak. A hernyófészkek általában a hajtás végeken találhatók, egyedszámuk és kártitelük mindig sokkal nagyobb, mint az első, tavaszi nemzedék esetében. Lomkártételüket addig kell megakadályoznunk, amíg a hernyók csoportosan élnek. A molyok elleni védekezésre kitinszintézisgátló, illetve fejlődésgátló vagy Bacillus thuringiensis tartalmazó készítményt válasszunk. A jól felismerhető hernyófészkeket vágjuk le és égessük el. Amennyiben ezt a mechanikai védekezést gondosan végrehajtjuk, nem kell vegyszerrel védekeznünk. A fák alól rendszeresen szedjük fel és semmisítsük meg a hullott gyümölcsöt. A további fertőzési lehetőségeket így is csökkenthetjük. A nagy termést ígérő fák ágait támasszuk alá, mert a gyümölcs súlya vagy a szélvihar ágtörést okozhat. Ez a károsítók fertőzését is elősegíti.
A körtefákon is figyeljük az amerikai fehér medvelepke kis hernyófészkeinek megjelenését. A téli körtefajták védelméről az almamój, a sodromójok és szükség esetén a varasodás folyamatos fertőzési veszélye miatt kell gondoskodnunk. Az őszi barackosokban akkor kell védekeznünk, ha a feromoncsapdák fogásai alapján a keleti gyümölcsmój tömeges rajzását észleljük. A gyümölcsösünkben lévő, még szüret előtt álló fák fajta összetételéhez igazodva válasszuk ki az alkalmazásra kerülő készítményeket. A szeptemberben érő fajtákat hosszabb hatástartalmú készítmények kombinációjával permetezzük, de célból a molyok hernyói, a pajzstetvek lárvái ellen egyaránt hatásos készítményt, valamint a monilínia és a stigminás levéllyukacsosodás elleni gombaölőszert is tegyünk a permetlébe. Ha takácsatka elszaporodást észlelünk, atkaölőszert is használjunk. Ha észrevesszük fáinkon az amerikai fehér medvelepke fiatal lárváinak jellegzetes hernyófészkét, azonnal szedjük le és semmisítsük meg. A fák alól rendszeresen szedjük fel a hullott, fertőzött gyümölcsöt. A szüret befejezése után sajnos a legritkább esetben kerül sor a cseresznye és megyfák védelmére. Ez is oka néhány fő károsító, a kaliforniai pajzstetű, kéregmoly, lombosfa fehérmoly, füstösszárnyú levéldarázs vagy a blumeriellás levélfoltosság nyári elszaporodásának. Kártételük korai lombhullást és a fás részek pusztulását idézhetik elő. Közvetve csökkentik a következő évi termést is. A fertőzött gyümölcsösökben, kertekben fontos a kaliforniai pajzstetű elleni védekezés, hiszen a gyümölcs érése, szüretelése miatt első lárvarajzásának idején nem tudtuk károsítását megakadályozni. Ha védekeznünk kell, olyan rovarölő szert válasszunk, amely egyúttal a füstösszárnyú levéldarázs lárvái, a levéltetvek és az elszaporodó csipkés poloska ellen is hatásos. A permetléhez akkor adjunk gombaölőszert, ha megtaláljuk a leveleken apró, kerek vagy szögletes lilás foltok alakjában a blumeriellás levélfoltosság elsődleges fertőzésének tüneteit. A permetlé a csipkés poloskák tartózkodási helyét, a levél fonákját is érje. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A hideg helyen tartott lisztet tegyük előbb meleg helyre, ha tésztát akarunk készíteni belőle. A narancs vagy citromhéját reszeljük meg, keverjük össze ugyanolyan mennyiségű porcukorral, és tegyük jól lefethető üvegbe. Az élesztő jól eláll, ha benyomkodjuk egy kis üvegbe, és a tetejére olajat öntünk. Hosszabb időre tegyük liszt közé. A sütés után megmaradt zsiradékot ne hagyjuk a serpenyőben, mert megavasodik. Tegyük egy üvegbe hideg helyre, és fedjük le. A túró több napig is frissen marad, ha a tárra, amelyben van, egy kocka cukrot teszünk, és letakarjuk egy tányérral. Veres Ernő vagyok. Nyáradszeredában beszélgetünk, ahogy megyünk ki Nyáradszeredából Csíkfalva fele, itt egy dombon, gyönyörű szép a panoráma, úgymondva idézőjelben lenézzük a várost. Itt épül egy szalmából készült ház, a családi háza. Hogy jött az ötlet, hogy szalmából épüljenek a külső falak? Már nagyon rég tanulmányozom ezt az építkezést, és mielőtt ezt a családi házat építettem, 4 évvel ezelőtt építettem egy kisebbet próbának. És az nagyon bevált, és akkor úgy döntöttünk, hogy építünk egy családi házat. Az a kisebb ház, az is itt Nyáradszeredában készült, vagy távol? Székelyberébe készült, az egy 40 négyzetméteres, és kiválóan működik, és azért döntöttünk, hogy mi is építünk egy családi házat. És ez a ház hány négyzetméteren fekszik? Hát egy olyan 170 négyzetméter lesz a lakott terület. Ez alatt garázs van, és pince is. Annak a fala is szalmából
készült, vagy az hagyományosan beton meg tégla? Pince az hagyományosan úgy készült beton és téglából. Miért szalmában gondolkodott? Ezt látta valahol, vagy csak úgy kipattant a fejéből, hogy ki kéne próbálni? Én ezt nagyon sokat nézegettem így az interneten, és rájöttem, hogy nagyon megéri ilyet építeni, mert nagyon takarékos. Nagyon sokat számít, hogy télen mennyi fát kell elfűteni. Ez hogy készül? Falábakon áll, és ki van töltve közötte szalmával, vagy hogy kell elképzelni ezeket a szalmafalakat? Igen, elkészítettünk egy favázat, befettük az épületet, és utána a tégla helyett szalmabálával falasztjuk be, ami sokkal nagyobb, mint egy tégla, úgyhogy 3-4 nap alatt meg volt a falazás. Ez a hagyományos szalmabála 35-45-ös a mérete, és a hosszúsága az 80 és 1 méter között vannak. Lapjára tevődik, vagy felállítva? Az első házat, amit építettem, azt lapjára tettem, úgyhogy 45 centi széles volt a fala. Utána még tanulmányoztam az utolsó 4 évben, és rájöttem, hogy a javaslat az, hogy ha élire tesszük, tehát csak 35 centi széles lesz a fal, akkor még hatékonyabb, tehát még jobban megőrzi a meleget. A szalmabálák valamivel össze vannak ragasztva, vagy csak egymásra vannak téve? Nem, hagyományosan úgy, ahogy a szalmát összepréselik, csak mikor préseltük össze, akkor megkértem a gépészt, hogy amennyire lehet a gépet úgy állítsa, hogy minél kompaktabb legyen. Akkor kimondottan a háznak készültek ezek a bálák? Hát ezek igen. Máskülönben a gépészek azok úgy csinálják, hogy minél többet csinál, mert nagyon olcsó, 1-50 ér vettem a bálákat, annyi préselik össze, úgyhogy csak azt kellett kifizessem. De én kicsit többet adtam, hogy még jobban préseljék össze a bálákat. A szalmafalak azok mivel vannak bevonva, mivel van vakolva, vagy úgy mondjuk? Hát a vakolat az szalmás agyagból készült, és agyaggal van simítva, és csak mésszel lesz meszelve kívül belül. Úgyhogy ez a ház, ez lélegzik, szellőzik. Cementet a padlón felül nem használtunk. Például az áramnak a vezetéket, vagy vízvezetéket a falba lehet vezetni, vagy mellette kell ezt megoldani? Mint a másik épületekben, ugyanúgy betesszük a falba, tűzbiztos ez az épület. Úgy képzeljük el, hogy egy telefonkönyvet, vagy akármilyen könyvet nem tudunk elégetni. Tehát, hogyha nem lapozzuk, a könyv az nem ég el. Mikor a szalma megkapja kívül belül a vakolatot, akkor az nem tud égni. Nem kap oxigént, akkor nincs égés. Hány szoba lesz ebben a házban? Mert itt nagy nappali, konyha, több szoba is van, több fürdőszoba is van. Lesz 2 vendégszoba meg a mi hálószobánk, és akkor lesz egy nagy nappali együtt a konyhával. Manzárd is lesz felette? Nagyon nagy a padlásterünk, de nem fogjuk használni, mert igen nagy, úgyhogy csak padlástér lesz. A fűtést az hogy fogja megoldani? Egy különleges kályha épül, aminek a neve tömegkályha. Skandináviában meg Oroszországban építenek ilyen kályhákat. Onnan erednek, nagyon jó ki van a kísérletezve, vagy nagyon hatékony. Itt a füst is elég, másod égésben a füstből is lesz energia, úgyhogy füst a kéményen nem fog kimenni. Azt kiszámolta, hogy körülbelül mennyibe kerül majd a fa, vagy gáz is be lesz vezetve? Gáz nincsen bevezetve, és a faanyag az úgy számoljuk, hogy egy szezonban 3-4 méter fa fog elfogyni. Mivel ez a kája olyan, hogy egy nap egyszer kell begyújtani, körülbelül 10 kiló fa fog elégni, de itt azt jelenti, hogy legalább 2 éve száraz fa kell legyen, mert akkor van a fának energiája. A plafon az hogy lesz szigetelve? Az is szalmával? A korábbi házat, amit építettem, azt a próbaházat, a 40 négyzetméterest, a szalmabálával szigeteltem, avval raktam le a plafont, és az is kapott egy 10 centi agyag réteget, de most rájöttem, hogy a júgyapjú az nagyon jó szigetel, a júgyapjú az nem lesz kimosva, hanem nyírás után, ahogy van, úgy lesz feltéve a plafonra egy 20 centi vastagságba, reméljük, hogy nagyon jó szigetelő lesz. Ha nincs kimosva, akkor a moly nem támadja. Igen, igen, így van. És utána le lesz padolva? Igen, gipszkarton plafonunk lesz alulról, felülről pedig le lesz deszkázva, lepadoljuk, és kap egy apró-apró lyukú dróthálót, és akkor az le lesz tapasztva, hogy egész ilyesmi állat ellen tudunk védekezni így. Sokan járnak a csodájára? Több mint egy éve építem, majdnem naponta 1-2 ember jön megnézni, hogy mit csinálok. Sokan megkérdezték, hogy miért nem téglából építem, hát mondtam, hogy tudom, hogy ez nagyon jó hőszigetelő, és azért nem mindegy, hogy télen mennyi pénzt költünk el, és hogy érezzük magunkat az épületbe. Meg nagyon egészséges egy ilyen épületbe lakni, mivel lélegzik ez az épület. Az elválasztó falak is szalmából vannak? Az elválasztó falakat azt lehet szalmából is csinálni, de mi téglából csináltuk. Keskenyebb falakat tettünk elválasztó falaknak. Hosszú ideig külföldön éltek, ha jól tudom, Írországban. Most már végleg hazaköltöznek Erdélybe, a nyárad mentére? Több évig voltunk külföldön, és most úgy döntöttünk, hogy időskorra hazajövünk. Fiatal emberrel beszélgettünk, nem olyan idős még. Köszönöm szépen, de az idő azért telik, és úgy gondoltuk, hogy csináljunk időskorunkra egy olyan lakást, amiben gazdaságos élni.
Mikorra lesz kész? Mikor lesz lakható? Szeretnénk az őszire, szeptember-októberre beköltözni. Uzsvát László vagyok, egy jó ideje tömegkályhákkal foglalkozom. Hát, hogy mi lenne ezeknek a tömegkályháknak igazából a lényegem? Hát onnan kezdeném, hogy honnan származnak, mert ugye azért nálunk is voltak sok ideig, de úgy valahogy elmaradtak. Gondolom hely miatt meg ez az, de igazából a norvég országokban nagyon praktizálják. A norvégoknál elméletileg én nem jártam ott, de úgy hallottam, hogy mai napig 70% az embereknek ezekkel fűt, ami szerintem egy bizonyíték arra, hogy ez azért nem semmi. Mik az előnyei? Az, hogy nagyon nagy tömege van, képes levenni nagyon sok hőt, az égetése most már, gondolom régebb nem, de most már speciális égetés, tehát elgázasítás van benne. Ha jól van a ház beállítva, meg maga a kályha nagysága, meg minden, akkor napi egy tűzzel, na persze ez az egy tűz fa mennyiség azért különbözik házaktól, meg nagyságoktól, de napi egy tűzzel nyugodtan meleg vizet lehet elállítani, meleget, és nem utolsó sorban, meg akár a kinézete is tetszik, mert ugye ez az embernek az ízlésére lehet faragni. Megcsinálom a belsejét, hogy legyen tökéletes, legyen meg a tömeg, azon kívül a külsejét, elkezdve a moderntől, szó szerint a gipszkartonozástól, elkezdve a régi téglakinézet, a kővel való dekorálása, tehát nagyon széles sávja van. A tűz bennék, nekem nagyon számít az is, hogy este leülni pohár bor mellé, megnézegetni a tüzet. Van, aki ettől már óvakodik, tisztaság szempontjából vagy valami. Én annyit tudok mondani, hogy ezek a kályhák simán verik bármelyik tömeg kazánt, viszont vannak kazánok, amik elérték már ezeket a hatásfokokat, viszont olyan árakról beszélgetünk, nem beszélve arról, hogy nagyon sok a kötődés benne, elektronika, stb. Én az egyszerű primitív rendszereknek vagyok a híve, az embereket nem viszem bele valami fogságba, vagy valami olyasmi, hogy függjenek tőlem, vagy javítgassák egyfolytába. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen kályhát felrakni, egyszer kell egy életbe fölrakni, néha napján kipucolni, vagy esetleg, hogyha a samottégla valahol kiégne, ha bár kételkedem, akkor azokat kicserélni, vagy kijavítgatni, de én azt mondom, hogy egy ilyen kályha simán 50-60, akár 100 évet is el tud vinni. Számít az, hogy a házban hol van ez a kályha? Hát az optimális az mindig az, hogy középen legyen, mert akkor nem kell rásegíteni, hogy a hő valahol eljusson, és ezért már a ház építése kezdeténél érdemes megbeszélni egy olyan emberrel, aki ért hozzá, és akkor megkérdezni, na hogyan is osszuk be, mert nagyon sok helyen találkoztam azzal, hogy hát jó, de már a tervező megcsinálta a házat. Hát mondom, hogy ha már ő kitervezte, hogy hol mi van, akkor nekünk már megvan kötve kezünk, lábunk. Tehát érdemes úgy kezdeni el az egész tervezést, hogy megkérdezni egy kályhást, és valahogy mindig meg lehet kapni azt a középutat, mert akkor tényleg annyira megold, hogy szó szerint még csövezet nélkül is, és fűtőtestek nélkül is mindegy szobába eljut a meleg, mert a hátját be lehet osztani, úgyhogy két szobát melegít például az eleje a nappalit, és a kémény felmenetele, hogyha fönt is vannak szobák, ha az is jól vannak beosztva, akkor a kéményből kihozva a hőt, akár azokat is. Tehát semmiféle elektronika, semmiféle csövezet, semmiféle fűtőtest, nincs szükség arra, hogy a ház melegedjen, és ezek olyan primitív rendszerek, amik nem mennek soha tönkre. Most éppen egy szalma háznál épül ez a tömegkályha, de ez bármilyen házban ugyanilyen hatásfokkal működne? Valójában nem függ, hogy hol van. Tehát bármilyen házban jó, az biztos, hogy ház nincs eléggé leszigetelve, evidens, hogy ő több fát fog elfogyasztani, de a hatásfoka ugyanaz, csak hogy mivel a ház elveszti a hőt, akkor ez a legjobb kombináció, hogyha a ház is egy jól felépített ház, és a kályha is. De a kályhát bárhol, nincs olyan hely, ahol nem lehet ezt használni. Ugye sokan óvakodnak a kinézetétől, meg hogy az, hogy benn van a házban, meg hogy nagy helyet foglal, semmi gond, akkor kazán házba is fel lehet építeni, úgy, mint tömeg, elraktározza a tömeget, csak oda már szükséges egy pompa, szükséges egy kihordó, spirálcső részből, vagy akár inoxból, mert ugye a hőt akkor valahogy el kell juttatni a szobákba. De viszont ez bárhol felhasználható, nem beszélve arról, hogy ugye egy tömeget fel lehet tölteni 100-200 fokkal, a vizet nem lehet csak 80 fokig feltölteni. Tehát rengeteg előnye van, és egyfolytában dolgozom azon, hogy ezeknek még jobb oldalait megkapjam. Az egy dolog, hogy átvettem tényleg ötleteket, és megnéztem, amik jók voltak, de igazából én úgy vagyok, hogy mindig a saját utamot járom. Sokan építetnek ilyen kályhát? Egyre többen, mivel ennek a fadrágolásnak, ennek van pozitív meg negatív oldala is. Pozitív oldala az, hogy egyre jobban kezdnek azért az emberek szétnézni, mert eddig simán mindenki lazán elégette a 40 méter fát. Nagyon sokan keresnek meg, szó szerint nem tudom ellátni. Tehát most már oda jutottam, hogy elgondolkozok azon, hogy eljárok is, csak felügyelek és terveket adok át, és megpróbálok megkeresni olyan embereket, aki egyszerű köműves, mert én ha megmondom, hogy rakja, akkor ezt egy köműves is fel tudja rakni, csak hogy szigorúan tartsa be azzal, miről én beszélek is a rajzot, mert egyszerűen annyira szükség van, hogy nem
bírok eleget tenni. Tehát lent az alföldeken is, tehát a Kárpátokon túl is, itt Erdélyben is egyre többen, mert rájöttek, hogy egy, hogy drága a fa, nem nagyon kapható, és kettő, hogy egyáltalán minek annyi fát elégetni, tényleg azért gondoljunk a természetre is, mert én úgy vagyok, hogy én szeretem a természetet, de az nem azt jelenti, itt nekünk van elég fánk ahhoz, hogy ellássuk. Most persze, hát itt jönnek azok, hogy mennyi marad itt nekünk az országban, tehát ez a kérdés, mert igazából nekünk amennyi fánk van, vagy talán volt, nem tudom most mennyi van még, bőven az egész Romániát, ha jó kályhák legyenek és jó házak, jó falak, akkor szó szerint a mostani fogyasztását le lehetne csökkenteni 25%-ra az egész országnak, amennyit fogyaszt évente. Veres Semese vagyok. Most már ez a második ház, amit a férje felépített és kitalálta. Az előzőben milyen tapasztalatokat gyűjtött, mint háziasszony? Mennyivel más, mint mondjuk egy hagyományos ház? Sokkal másabb. Rengeteg pozitívuma van, ami a hagyományos háznak ugye nincs. A fűthetőséget, ugye nagyon jó hőszigetelő a szalmabála, körülbelül egy harmadát kellett elhasználni annak a tüzelőnek, fatüzelőről beszélünk, ami egyébként szükségeltetett volna, és elmondhatom, sokszor 30 fok volt a meleg, nem lehetett megmaradni. Kellemes a levegő, kellemes a hőérzet egy ilyen házba, lélegzik, tehát csak szuperlatívuszokban tudunk róla beszélni, és ezért fogtunk ebbe a nagyobb építkezésbe. Általában a nőnek a fő terület az a konyha, fél életét a konyhában tölti. Mivel másabb egy ilyen konyha, mint mondjuk egy másik? Először is nincs az a rettenetes gőz, ami egyébként egy konyhában van, mert a falak elnyelik, és éjszaka ugye kívülre kiengedik, tehát átjárható, lélegzik a ház. Egyébként ugyanannyit kell dolgozni, ugyanannyit kell főzni és mosogatni. Pedig vártam, hogy nem fog kelleni. Szóval sokkal másabb, élhetőbb, nagyon kellemes, sokkal kellemesebb. És a fürdőszobában pláne, mert soha a tükör nem párásodik meg. Asszonyok jönnek csodát nézni, mert a férfiak azok érdeklődnek a szalmaház iránt. Igen, érdekli az asszonyokat is. Nagyon sok feleség, nagyon sok háziasszony, idősebb nénik is jöttek fel. Ugye elterjedt a hír, hogy megzakkant az Ernő. Ilyent csinál, egérfészek lesz, és akkor jönnek kíváncsian, hogy mi fog történni, mi lesz itt, hogy lesz itt. Igen, jönnek és érdeklődnek. Ma itt volt a 82 éves nagynéném, megnézte, és azt mondja, fiam, ez okos. Én azt mondja, emlékszem, én gyerekkoromban a szalmabálába fél érett nyári szilvát tettünk nyáron, és februárban megérve kivettük. Ez okos dolog, fiam, úgyhogy van ilyen is. Amint hallották az elmúlt 13 percben, a gabonaszalmát és a júgyapjút a házépítésnél is hasznosíthatjuk. A nyáradszeredai Veres Ernővel és feleségével Emesével, valamint a nyáradszentsimoni Ozsvát László tömegkályha építővel készült riportunk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Hudi István és népi zenekara muzsikál. Következő 3 percben Bordi János havattai méhész az augusztusi tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat. A méhészeké a szó. Augusztusban a méhész fő feladata a méhcsaládok telelésének előkészítése. A hónap elején kedvező időjárásnál még hordásra számíthatunk. Serkentő pergetéssel, építtetéssel igyekezzünk minél jobban kihasználni ezt a lehetőséget. Vigyázzunk, hogy a családok téli szükséglete mindenkor a kaptárban maradjon.
mert a hordás most már egyik napról a másikra megszűnhet. Ne feledjük, hogy az augusztusban lerakott petükből kelnek ki a telelő méhek. Ha a természet hordás nem ad, akkor nekünk kell a méh családokat tevékeny életre serkenteni. A családokat napi 2-3 deciliteres adagokkal etetni kell, hogy az anya petézés ne csökkentse, hanem minél tovább petézzen. Az etetés 2-3 hétig folytassuk, eleinte minden este, vége felé minden második este. Közben a fészekből kiszedjük a félig kiépített és a nem megfelelő selejtes lépeket. Ugyanis ez a hónap már az erőteljes összehúzódás időszaka. A fiasítás tömörebb lesz, kevesebb keretre szorítkozik, mézesebb lépeken helyezkedik el. Ilyenkor jobb, hogyha kicseréljük az anyát, vagy az idős anyával is be lehet telelni? Idős anyával ne teleltessünk, ilyenkor az öreg anyákat még gond nélkül kicserélhessük, sőt a fiatal anyákat jobban elfogadják, mint június-júliusban. A telelés időszaka alatt több az idős anyák pusztulása, mint a fiataloké. A térire bent hagyott élelem, ha nem elegendő, akkor 2-3 literes adagokkal etessünk. Potoljuk fel az élelem készletüket, jó erős családoknál legalább 14-16 kg élelem legyen. Az augusztusi feletetés sokkal hatékonyabb, mint a tavaszi serkentő etetés. Még akkor is hasznos, ha a téli élelem a kaptárban van. Nagyon lényeges, hogy a télbe menő méhek már ne vegyenek részt a cukor átalakításában. A hordás leálltával a dolgozó méhek már nem etetik a heréket, leűzik a mézes keretekről, tehát megkezdődik az úgynevezett hereűzés. A varroa atka e hónapban szokott nagyon elszaporodni. Kezeljük családjainkat, ne engedjük, hogy elpusztuljanak a családok. A nagyon nagy atka szaporulat magával hozza 8 fajta vírus valamelyikét, és ha a vírus fellépett, kezelni már nem lehet a családot. Elpusztul, és ilyenkor lép fel a rablási ösztön is, nagyon oda kell figyelni. A méhészeké a szó. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Lackfi János Kutyából szalonna című verseskötetét ismertetjük, amely a Kaláka együttes lemezével jelent meg. Az ugye világos, hogy a tánchoz semmi több sem kell, mint egy jó pengeél, a csillaglátáshoz egy pofon, a papucsállathoz viszont nem elengedhetetlen a papucs, nyomvat német szókat tanulni meg sokszor csak annyi, mint halottnak a csók, hát egy jó gyermekvers kötethez mi kell? Nyilván vers, meg gyerek, kötet és kötés és kötődés, és fergeteges játék, na meg ritmus, mulattatás, szomorítás, lebegtetés, trükk és őszinteség, és kacifánt. És ugyanakkor mindez csak a hozzávalók morzsája. A kortárs magyar líra mestereként gyermekül is kiváló tisztasággal beszélő Lackfi János ezzel az elemes és kirakós verseskötettel egy csapást a játéktéré alakítja a gyerekszobát, telehordja azt dunaszaggal, prüszköléssel, zoknigombóccal, gyönyörű piranhával, magányos melós bácsival, színnel, ízzel, zamattal, fültől fülig, időben húzódó mosollyal. Ez a könyv minden magyarul verset olvasó gyermekhez szól, és még milyen jól szól. Számos versét megzenésítette a Kaláka együttes. A Kaláka vers nagykövet szerepe közismert, és persze ismét prímán működik, s a könyv így egy fedél alá hozza a verset, a zenét és a rajzot. Kürti Andrea pompás, izgalmas részleteiben is tovább gondolásra ösztönző művészi rajzai értőn emelik ki a versek játékosságát, oldalpáronként vonultatva fel annyi ötletet és meglepetést, amennyi csak elfér a mérhetetlen gyermeki világban. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol 10% és 25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Miklós Szilvia énekelt. Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ augusztus 26-áig várjuk, ugyanis augusztus 29-én lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk: melyik településen épül Veres Ernő szalmaháza? Megismételem a kérdést: melyik településen épül Veres Ernő szalmaháza? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Este szoktam a lovamat nyergelni. Reggelig tart sejehúj, reggelig tart a szerszámot rárakni. Lovam fejét csillagra gyújt, nem kattár, nem is legény sejehúj, gyáva legény ki a lányokhoz nem jár. Jaj, annak a kökény szemű lejánynak, kinek máma esküszik, kinek máma esküszik a babája. Lám az enyém most esküszik, mégsem fáj, hadd tudja meg a világ, hogy a szívem egy kislányért sosem fáj. Lám az enyém most esküszik, mégsem fáj, hadd tudja meg a világ, hogy a szívem egy kislányért sosem fáj. Balogh Dénes énekelt, most kérem hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben. A krumpli kilója 1 lej és 1 lej 20 bani, a fehérhagymái 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója viszont 9 lej. A paprika kilója 3 lej és 5 lej, a paradicsomé 3 lej 50 bani és 6 lej, az uborkái 2 lej és 2 lej 50 bani, a padlizsáné 3 lej 50 bani és 4 lej, a csípős paprika kilója 9 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombor kötése 1 lej, a csemege kukoricacsője 80 bani, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. A szemes passzúj litere 6 és 7 lej, a zöld passzújé 4 lej és 6 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja ezen a héten 50 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej, az alma kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a körté 4 lej 50 bani és 5 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tej litere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Este elalszik a lámpa, nagy szerelem.
Bárdos Ildikót hallgattuk. Jövök edden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Dán József jeddi állatorvossal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Nagy Dániel mezőpaniti fűszerpaprika termesztő lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Brassó megyei Székely Zsomborról hallhatnak. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Szávai Ibolya énekelt, kísért a Hargita népi együttes. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Buszka Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.